A legújabb season többnyire hibátlan, de van egy pár dolog, amit benézett az Epic. Ezeket most felfedem nektek. Mutatni fogok 8 hihetetlen bugot, okosságot, illetve trükköt, ami már szinte csalásnak minősül. Persze ezeknek a kihasználásáért nem fogsz a rács mögé kerülni. Max akkor, hogyha nem használod a szánkódot. És tudod, hogy a börtönablakába soha nem süt be a nap. Csak vicc, gyereki, mondom a trükköket, a végére hagyom a legjobbat. Mit szólnál, hogyha azt mondanám, hogy egy tiltott fegyverre tehetsz szert? Nos, így van, csak Mega Citybe kell jönnöd ehhez a bolthoz, és ezt az ártatlan NPC-t kell levarásznod. Egy Red Eye AR-t és Thunder Shotgun fogadni neked, amik már természetesen boltolva vannak a játékból, ettől az egyesettől eltekintve. Sajnos szürke ritkaságban kapod őket, szóval a sebzésük elenyésző lehet a többi magasabb fokozatú fegyverrel szemben, de ha esetleg van egy kis goldod, és fejleszteni tudod őket, akkor szerintem a Red Eye simán megállhatja a helyét a metában. Minden esetre ez inkább csak egy kis mókás easter egg, mint hogy egy OP nyerési stratégia lenne. Ami viszont OP, az ez a zipline. De hogyan? Mi a fene tud erős lenni egy ziplineban? Hát nem is tudom. Feltűnt? A fentebb található pontja bágos. Az még nem elég önmagában, hogy végigmész rajta. De például, hogyha lelassítasz, mielőtt a végéhez érnél, akkor visszateleportál az elejére. Vagy szimplán a legjobb módszer, hogyha ebbe az irányba nézel, és pont a kötél végére célozva szállsz fel rá. Ehhez fogható szerintem még nem igazán volt a játékban sosem. Egy haverod lebb meg vele mindenképpen, Mega City mellett található ez a zipline. Illetve, hogyha üldöz egy ellenfél, vagy pont, hogy le akarsz támadni valakit, akkor ez már szinte illegálisan erős. Az új business tourettel is tudsz okosságokat csinálni. Ha skybase-elni van kedved, de nincs se sok weaver, se rocket remed, akkor először is mi a fenét csinálsz, de hogyha van turreted, akkor se kell félned. Csak dob le, állj rá, és a kis jószág megment a lábtöréstől. Bárcsak lenne ilyen eszköz a valóságban is. Poénból leteszteltem, hogy zónás közben ki tudod-e szedni magad alól, de nem. Érdekes. Mit bámulsz? A Twin meg AR a kedvenc AR-emmé vált valaha. A gyors újratöltése lehetővé teszi, hogy hosszanti nyomást gyakorolja az enemikre. Annak ellenére, hogy mennyit használom, hihetetlen, hogy csak most jöttem rá egy apró trükkre vele kapcsolatban. Ugyebár az első, majd minden második újratöltésed vele extra gyors, de utána, hogyha megint tárazni akarsz, akkor az normális, vagyis lassú lesz. Szóval sose szeretnél úgy harcba menni, hogy nincs bekészítve a gyors reload, amit jelöl is neked a játék azáltal, hogy egy extra zöld holósában a célkereszted mellett. Eddig mindig azt csináltam, hogyha azt szerettem volna, hogy a gyors reload legyen a következő, hogy lőttem egyet, és ezzel megint tároztam. De ezt nem kell megtenni, hiszen ezzel a fegyóval teli tárral is tudsz reloadolni. Ez lehet, hogy sokatoknak most nem lesz meglepő, de nekem az volt. A régi Twin meg SMG-vel tudtommal ezt nem lehetett megtenni, szóval ez egy nagyon jó kis újítás. Jöjjenek a videó final bossai, a perkek. Már megfigyelhetétek, hogy imádom őket és a velük való kísérletezést is, de most még őrültebb dolgokra lehetünk velük képesek, mint valaha. A végére hagyom a szerintem legópébbat, de igazából mindegyik kegyetlen jó a maga módján. Az első, amiről szót kell ejtenem, az a First Shotgun. Ezzel arra lehetsz képes, hogyha a shotitárja maxon van, akkor az első lövés vele többet sebez, mint a többi. És ez elég jelentős. Például azonos távolságból a heavy shoti 161-et tud sebezni, ami elképesztő. A második lövése pedig csak 128 lesz, ami 33-mal kevesebb, azaz 20%-kal. De ami még izgalmasabb, hogy ezzel a perkkel nem a charge-shoti lesz az egyetlen, ami képes 200-olni ellenfeleket. Annak ellenére, hogy a perk világosan állítja, hogy a maximális fejtalálati sebzés nem növeli, mégis kivételt képez a Breacher Shotgun, ami nyilván egy bug. Gondolom amiatt lehet ez, mert nem teljesen úgy viselkedik a Breacher, mint egy shoti, ugyanis egyetlen egy golyót lő ki. Emiatt 231-et tud sebezni fejbe, ami elképesztő. Maga a perk nem ritka, hogyha párod pörgetsz, igazából minden meccsetben belefuthatsz, és meg is éri kivenni nagyon. A következő okoskolást láthattátok már a legújabb 50-szer ugrottam videómban. A Rarity Check nevezetű perk 50 életerőt tölt, vagy pajzsot, hogyha szürke, vagy zöld fegyverrel ölsz. Mindedig úgy gondoltam, hogy ez csak az ellenfeleken működik, de mint kiderült, NPC-k ellen is aktiválódik. Ez a perk jóval ritkább, mint a többi, de hogyha bármikor felkínálja a játék, akkor ezt ne feled, mert hihetetlen sok ingyen életerőre tehet szert. A Scope Salvo-t gondolom sokan használjátok, és rájöhetetek, hogy az MK7-tel nagyon jó. Alapból olyan gyorsan lő a fegyver, hogy hiába veszel egy kicsit a tüzelési sebességéből, szinte meg sem érződik, és mellé még többet sebezhetünk a fegyverrel. De, amiben már szerintem kevesebben gondoltatok bele, hogy a most visszakerült sniperekkel ez ugyanúgy működik, hiszen nyilván ez is egy célkeresztes fegyó. 105 helyett 120-at fogsz sebezni vele, és az extra poén, hogy a perk hátulütője itt nem is számít, hiszen semmiféle tüzelési sebessége nincs egy snipernek. Ráadásul, hogyha még kiveszed az extra ammo perket, már kettőt lőhetsz egymás után, és a
Sniper Siphon Perkkel életerőt is visszaszerezhetsz, így megkaphatod a szezon egyik legdurvább kombóját. Végül pedig beszéljünk a szezon legőrültebb perkéről, az On The Go Bagről. A cím és borítókép is e köré épül, és ez az, amit titkos csalásnak nevezek. De miért hívom annak? Hiszen oda van írva, hogy mit csinál, mi ebben a meglepő. Nos, mert szerintem semmelyikőtök se gondolja valójában, hogy mennyi minden aktiválja ezt a perket. Vegyük sorba, de előtte egy kis előzmény sem árt. Ez a perk a nagy tesója a még Chapter 3-ban lévő Splash Mediknek. Ez hasonlóan az On The Go-hoz minden konténer kinyitásakor aktiválódhatott, és volt esélyed, hogy kapj 2 darab Chuck Splash-t. A hangsúly pedig az esélyen van. Ennél nem volt garantált, hogy kapj extra tárgyat a nyitásaid mellé, sőt, az akkori méréseim szerint körülbelül csak az esetek 30%-ában kaptál ingyen splash-eket. A mostani On The Go Bag már a perk kiváltásakor 2 stacknyi movement tárgyat ad, azaz vagy 4 darab shockwave-et, 6 darab crash pad-et, vagy 4 darab splash-t. Ezután pedig minden konténer kinyitásakor garantáltan ad egy stacknyit az előfelsoroltakból. De, mint ahogy régen is, a nyomaték a kinyitás szón van. Szóval ezzel a perkkel nehogy megsemmisítsd, szedd ki a lootokat, mert így nem fogsz semmilyen bónusztárgyat kapni, ezt ennél a példánál láthatod is. Ezen felül pedig még az utolsó kérdésünk, ami maradhatott, hogy mi minden minősül konténernek. Nos, hosszú a lista, nagyon hosszú. Sima chest természetesen annak minősül, és még szintúgy nem meglepő módon az ammo box is. Már csak ezekből rengeteg van a mapon, szóval tényleg kifogyhatatlan híled és shockwave-ed lesz a meccs végéig. De még csak most jönnek az izgalmas dolgok. A horgászbotos hordó is konténernek minősül, itt például shockwave-et kaptam belőle. De a hűtőtáska is ad, szóval ne a megszokott módon csákányozva lootolt ki, hanem nyisd ki. Ezen felül a zöldséges doboz is ad, szóval végre ezek is olyan hasznossá válhatnak, hogy ne csak elfuss mellettük. A holocest egy ritka kivétel, ugyanis ez csak a fegyvert adja meg, de ami borzasztóan vicces, hogy a kassa is dobhat utility tárgyat így, és a nagy tesója a safe szintúgy. A cash az sajnálatos módon a holocesthez hasonlóan nem minősül konténernek valamiért, de a fagyasztó már igen. Bár nem gondoltam volna, hogy az elásott chest különb lenne a sima ládától, de ezt is ki kellett próbálni, és ez is aktiválja a perket, végül pedig a rablótáskával is működik. Szóval mondhatni, szinte minden dolog, amit kinyithatunk a játékban, az adni fog extra lootot. Ezzel az On The Go Bag a játék egyik legerősebb perkje címet mindenképpen megérdemli. Ha tetszett a videó, akkor nyomj egy feliratkozás gombot, még lehet, hogy ez is adni fog sok vévet.